A térség országgyűlési képviselője és Gyál nyugalmazott polgármestere jelenlétében a Millennium Parkban lévő kopjafánál emlékeztek a II. Világháború gyáli áldozataira. Miután lerótták a kegyeletet, azokra is gondoltak, akik jelenleg is a háborúktól sújtotta övezetekben tengetik életüket. A II. Világháborúnak sok gyermek áldozata volt, akiknek nem jutott boldog gyermekkor, semmi sem jutott. Elvesztek a háború poklában. Biztos, hogy ők is vágytak boldog gyermekkorra, lehettek volna szerelmes fiatalok, szerető szülők, nagyszülők, de nem így történt. A mai megemlékezésünket elsősorban a II. Világháborúban meghalt ártatlan gyermekeknek ajánljuk. A kegyeleti megemlékezésen az országgyűlési képviselő mondta a beszédet, és külön kiemelte, hogy nem csak katonák, de több millió civil áldozata is volt a 71 éve véget ért világégésnek. A II. Világháború dátum szerint 1945. május 8-án Németország feltétel nélküli megadásával fejeződött be Európában. Az európai, ázsiai és afrikai földrészen vívott harcokban közel 70 nemzet vett részt, aminek következtében több mint 73 millióan veszítették életüket. Tudjuk, hogy a II. Világháborúban a katona áldozatok mellett kiemelkedően magas volt a polgári áldozatok száma. Több millió ember pusztult el nem csak a hadműveletek következtében, hanem amiatt az esztelen politika miatt, amelyet a tengelyhatalmak folytattak a II. Világháború alatt. Gyál települést sem került el a háború és a pusztítás. A front közvetlen a település közelében, mondhatjuk, benne volt. Hol a németek, hol a szovjetek foglalták el a települést. Pap János, gyáli munkaszolgálatos, aki részt vett a harcokban, így emlékezett vissza a történtekre. A maroknyi laj támadásra várva felsorakozott a lövészárokban. A szovjet ott mozgolódott, már a ligetesben. Gyalogság, tengernyi ember. Aztán elérkezett az óra, megindult a támadás. A mieink gyors egymás utánban elsütötték az összes fegyveret. Aztán láncszerűen lebomlottak, és újra szerveződve álltak fel pár tíz méterrel odébb. Majd megint tüzeltek, és újból lebontották a formációt. Azért, hogy távolabb újra fűzzék a láncolatot a lövészárkok hosszú-hosszú szakaszain fenntartva a folyamatosság látszatát. A szovjet megtorpant, azt gondolták, hogy a jelentések tévesek, és az erők, amik szemben állnak velük, azok jelentősek. Bevetették az erdő foltokban megalapuló tüzőrséget, nehéz ágyukkal pedig felmorzsolták a határt. A mieinkből három német katona maradt életben, ők a Jálics kastély kápolnájába vonultak vissza, tartották még magukat egy pár pillanatig, aztán három rövid sorozat ugatott bele a délutánba. Számukra ott ért véget a II. Világháború. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I'm
I think to myself.